A zsidóság első imahelye, az ma már nem áll, az a Bezeredi utca volt egy úgy, mai Bezeredi régebben Német utcában volt egy imaház, ahol jelenleg többszintes épületek állnak. Az 1900-as évek elején közel 900-ra volt tehető az izraelita vallásúak száma Szekszárdon, mondta el Friedman Tamás, a Szekszárdi Izraelita Hitközség elnöke köszöntőjében a Vosinszky-Mór Megyei Múzeum szervezésében megrendezett programon, aminek vezetője Kacián János nyugalmazott levéltári főtanácsos volt. Most már harmadik éve sétálunk érdeklődőkkel temetőkben Szekszárdon, így jutottunk el ide közkívánságra talán legkevésbé ismert zsidó temetőbe. A szekszárdi zsidóságnak sok jeles alakja nyugszik itt, olyanok, akikre még a régi szekszárdiak valószínűleg emlékeznek. A Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozatán belül a Sétálj velünk és ismert meg állomása jelen esetben az izraelita temető. Kacián János két jelentősebb családot emelt ki, kiknek családi sírhelye itt áll, és akik meghatározóak voltak Szekszárd életében. Az egyik a hazafias érzelmektől is átfűtött kereskedő Pirnicer család, akik a korábbi otthonáruházban vezettek kereskedést. A Leopold családban a bankembert, országos hírű szociológust és a Tolna Vármegye című lap alapító tulajdonosát találjuk meg. Ez a temető 1912 óta fogad temetkezésre híveket. Az izraelita temető 8000 négyzetméterén több száz síremlék található, több mint 100 év alatt 1100 temetés zajlott.